A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A tartalékos katonai szolgálatról beszélgetünk a mai műsorban. Jó estét kívánok mindenkinek! Két vendégem is van, egyenruhában vannak, nem véletlenül. A Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred, 17. területvédelmi zászlóalj törzsfőnöke Gőz Csaba őrnagy úr. Jó estét kívánok! És Sós Péter százados járási század parancsnok, szintén a 17. területvédelmi zászlóaljtól. Jó estét! Jó estét kívánok én is mindenkinek! Az első kérdésem nyilván egy nagyon általános dolog, mégpedig mit takar maga az a fogalom, hogy tartalékos katona, mit jelent a tartalékos katonai szolgálat? A tartalékos katonai szolgálat a honvédségnek azon jogállása, a jogviszonya, amikor olyan állampolgárokat próbálunk megszólítani, akik érdeklődnének a honvédség iránt, de vagy egyéb elfoglaltságaik miatt diákok, egy munkahelyen rendelkeznek, nem tudnak teljes állásba katonaként szolgálni, vagy pedig egyéb okok miatt nem tudnak ezt az egészet vállalni. Mégis szeretnék kipróbálni magukat, vagy egyszerűen csak ha szeretnék az országot szolgálni, akkor erre van lehetőségük a tartalékos jogviszony keretén belül. A honvédségnek miért van szükségük tartalékos katonákra? A honvédségnek, mint ahogy minden más fegyveres erőnek a világban, szüksége van plusz állományra. A tartalékos rendszer egy ilyen. Olyan esetekben, amikor valami oknál fogva egy rövid időszakra az adott hivatásos keret nem elegendő, akkor ez egy nagyon hasznos dolog, hogyha van egy olyan kiképzett tartalék, amihez adott esetben elnézést hozzá lehet nyúlni, és ők segítik a honvédség munkáját. Milyen feladatokra kell itt gondolni? Háborúra azért gondolom nem. Nem, hát... Ugye a honvédség meg mindig a háborúra készül, de azért ezt úgy, hogy lehetőség szerint bízunk benne nem történik meg. De a közeljövőben is fordult elő több olyan eset, amikor szükségessé vált a tartalékos állomány aktiválása. Covid esetben mindenki találkozhatott katonákkal a kórházakba. Ezeknek jelentős része tartalékos jogviszonyú katona volt, tehát nem hivatásos katona, illetve adott esetben, hogyha valami természeti katasztrófa történik, árvíz például, akkor bizony nagy számba segítik az országot a tartalékos katonák. Százados úr, mikor lett önből tartalékos katona, hogyan került a szolgálathoz? Hát nekem az élethelyzet úgy hozta, hogy a Covid miatt elvesztettem az állásomat, és a tartalékos rendszer pont a rugalmasságából adódóan hozta azt a lehetőséget, hogy rövid idő alatt abba a helyzetbe, hogy az ember nagyon nehezen talál állást, kínált egy lehetőséget, és így kerültem be a 17-es területvédelmi zászlóaljhoz. Honnan értesült egyébként, hogy van ilyen lehetőség? Talán a koromnál fakadóan, és én voltam sorkatona is, tudtam róla, hogy létezik a tartalékos rendszer, és megvoltak azok a helyi kapcsolatok, ismerősök, akik azért engem mindig tájékoztattak, hogy milyen lehetőségek vannak. Úgyhogy az én esetemben ez egy ilyen egyszerű út volt. Jó döntésnek bizonyul, így most már visszatekintve? Azt gondolom, hogy abszolút jó döntés volt. Nagyon sok ismeretet szereztem meg ez idő alatt. Többfajta feladatba vettem részt. Ahogy őrnagy úr is mondta, hogy az adott helyzet többek közt ugye a Covid helyzet miatt láttam el én is olyan szolgálatot, ami akár a Székesfehérvári Kórházba, a Dunajvárosi Kórházba szólított. Ott is többfajta feladatot láttam el, de a déli határvédelemben is részt vettem. Vagy akár érdekességként mondom, hogy honvédelmi tábor vezetését is rám bízták. Az nagy dolog, ez biztosan jó a kadétokkal, kis fiatalokkal foglalkozni. Velük azért nyilván más, de olyan impulzust, olyan erőt adtak, amit mi a későbbiekben is tudtunk hasznosítani, és láttuk azt, hogy ebbe a korba ez a 14-16 éves korosztály is abszolút nyitott arra, hogy legyen egy például egy rendszeres napi testedzés, legyen az adott nap beosztva, hogy legyenek feladatok, hogy csapatba
együtt tudjanak szerepelni. Ez lehet nyilván egy sportvetélkedő, vagy lehet nyilván az ő edzettségi állapotukhoz képest, ugye voltak félig meddig éjszakai túrák, idézőjelben menetgyakorlatok, és ott is tudtak csapatba egymásnak segíteni, egymást hajtani, inspirálni, és ezeket a feladatokat nagyon jól megoldották, vagy akár akadálypályákon is csapatonként, vagy akár egyéniként is részt vettek. Százados úr említette, hogy elvesztette az állását, és így került a honvédséghez tartalékos katonaként. A juttatások tekintetében azok, akik jelentkeznének tartalékos katonának, mire számíthatnak, mitől függ az, hogy kap-e valamiféle juttatást a tartalékos katona? A tartalékos jogviszonyvállalása automatikusan jár egy készenléti pénznek a folyósításával, tehát aki aláírja a tartalékos szerződését, és vállalja, hogy tartalékos katona lesz, ő minden évben kap egy rendelkezési állási díjat. Ez ugye folyamatosan változik, jogszabályi keretek határozzák meg ennek összegét, illetve azokra a napokra, amikor... Nagyságrendileg mégis körülbelül mekkora összegről van szó? Hát ez egy ilyen, mostani tudomásom szerint ilyen 300 ezer forint. De hát lehet, hogy mikor már kimondom, már ez, már ez van igaz, tehát... Igazából ezt a részét nem szeretném, pont, hogy ez maradjon meg a fejbe. Tehát amikor jelentkezik, akkor ez mindig tisztázva van, és menet közben is folyamatosan változik. Illetve egyéb juttatásként kapják a magát a fizetést, amikor aktiválva vannak. Tehát hogyha például a határon, a kórházban, vagy a gyerektáborban hajtanak végre különböző munkákat, akkor arra az időszakra, amíg dolgozik, időarányosan megkapja a fizetést. Mitől függ az, hogy ki milyen feladatokat láthat el? Van-e kiképzés? A végzettséghez fűződő feladatokat kapnak-e a tartalékos katonák? Ez hogyan működik ebben a rendszerben? Természetesen van kiképzés, tehát nem főleg nem attól válik valaki katonává, hogy fölveszi az egyenruhát. Tehát ugye amikor vállalja a tartalékos jogviszonyt, akkor ezzel vállalja azt, hogy végrehajtja egy éven belül az alapkiképzést. Az alapkiképzés végrehajtásának két lehetősége van, vagy a úgynevezett hagyományos módon két hónap alatt összevontan folyamatosan végrehajtja, vagy pedig ha ezt valami oknál fogva nem tudja vállalni, akkor hétvégente tudja ezt végrehajtani. Ez 40 napos kiképzést jelent, tehát ez azt jelenti, hogy 20 hétvége adott esetben, és ha ezt teljesíti, akkor onnantól fogva tekinthető kiképzett tartalékosnak, és akkor vethető be különböző feladatokba. Milyen volt annak idején ez a kiképzés? Mennyire lehet ezt teljesíteni? Kell-e előre készülni rá? Hogyan zajlott fizikai, gondolom, vagy valami gyakorlati feladatok voltak, vagy elmélet is, hogy kell elképzelni? Hát az én esetem egy kicsit másabb, mint amit Őrnagy úr itt elmondott, mert ez nyilván a klasszikus eset, hogyha most valaki vállalja ezt a tartalékos katonai szolgálatot. Mivel én a koromnál fogva ugye voltam sorkatona, és a sorkatonasságot a Magyar Honvédség ugye elfogadja, mint egy alapkiképzést, és ez az én esetemben nyilván megvolt. De természetesen én is a zászlóhajnál részt vettem a tartalékos katonáknak a kiképzésében olyan módon, hogy a trénerekkel, a katona kollégáimmal, én is az ő segítségükkel képeztük a tartalékosokat ezeken a hétvégeken. Érintőlegesen említettük az egyenruha viselését. Mit jelent az egyenruha viselése? Kérdezem először százados urat, és aztán nyilván szeretném majd a választ öntől is. Hát erre rögtön azt mondanám, hogy egy óriási jó érzés az, hogy az ember a Magyar Honvédség egyenruháját hordhatja, hasonlóan, mint mondjuk a régi korokban is a magyar katonák, és itt akkor visszamehetnénk akár Árpádig. Ez tartást ad, nem? Tartást ad, azon kívül nekem mindig már nyilván fiúként, gyerekkoromban is rengeteg katonám volt, én mindig harcoltam, én mindig szerettem múzeumokba járni, és nyilván találkoztam már az elődeink egyenruháival is, és mindig is tetszett. Tehát maga egyrészt a viselet, azon kívül meg nyilván igen, ez egy összetartozás, ez egy tartást ad. Ez egy olyan dolog, ami szerintem tehát nem lehet mással összehasonlítani. Tehát a hétköznapi ruhák, és teljesen mindegy, hogy milyen divatról beszélünk, az egy teljesen más dolog. Büszke az ember arra, hogy fölveheti ezt az egyenruhát.
másként viselkedik az ember egyenruhában, mint civilben? Úgy gondolom, igen, és ez elvárható és normális is. Tehát amikor az ember egyenruhát visel, akkor képviseli mindig azt a szervezetet, aminek az egyenruháját hordja. Tehát ugye katonaként értelemszerűen a honvédséget. Tehát bármikor, bárhol megjelenünk, akkor az állampolgárok nem engem azonosítanak, hanem azt a szervezetet, akit ott képviselek. És hát illik mindig ennek megfelelően viselkedni. Mit jelent az ön számára a Magyar Honvédség egyenruháját viselni? Hát nagy szavakat használva mutatnám az életemet, mert 18 éves korom óta hordom. Hát egy csapathoz tartozást, egy egységet, az országot, a szolgálatot, egy jelkép, ami talán már engem képvisel. Miért érdemes jelentkezni tartalékos katonának? Kinek érdemes jelentkezni? És nem csak az egyenruha miatt, de nyilván az nagyon vonzó sokak számára. Hát, hogy kinek érdemes, ez nagyon nehéz kérdés. Akit érdekel a honvédség, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon változó halmaz lehet. Kiemelném annak jelentőségét, hogy ez egy kapu arra, hogy egy kis betekintést legyen a honvédségre a adott esetben civil embernek. Tehát nem feltétlen gondolja úgy, hogy ő ezt teljes életvitelszerűen szeretné csinálni, de mégis valamilyen módon, akármi jogból fogva érdeklődik, akkor jelentkezik tartalékos katonának, és ebbe a pár alkalommal mégis belülről is meglátja a kerítésen túl, mégis mit csinálnak az emberek, és hogyha megtetszik neki, és úgy gondolja, hogy ő ezt csinálná, akkor természetesen van lehetőség a tartalékos jogviszonyból hivatásos jogviszonyra váltani. Tehát és akkor tartalékosban lehet hivatásos is. Így van, igen. Az mennyire nehéz? Gondolom, hogy további kiképzéseket igényel. Természetesen igen. Tehát a tartalékos kiképzés az egy alapkiképzés. Az most nagyon bután fogalmaz, az az írás, olvasás, számolás tanulása, de hát ezek azok az alapok, amik szükségesek ahhoz, hogy később bármilyen egyéb feladatot tudjon teljesíteni. És ha úgy dönt, akkor természetesen ezekre az alapokra építve, későbbi kiképzéseket végrehajtva, bármilyen hivatásos katonai szolgálat nyitva előtte is. Százados úrból lesz hivatásos katona, vagy most már aként dolgozik? Én jelenleg civilként dolgozom, és mellette látom el a tartalékos pályát, és vezetem a járási századot, de természetesen nem zárkózom el előle. Nyilván, ha az élet úgy hozza, vagy olyan lehetőség adódik, akkor meg fogom gondolni mindenképpen. Mit adott önnek ez a másodállás, hivatás, a tartalékos szolgálat? Rengeteg olyan tudást kaptam, amit a hétköznapokban is bármikor az ember tud használni. Itt most csak gyorsan egy-két példa. Tehát olyan egészségügyi alapismereteket sajátítunk el ugye a képzés alatt, amivel bármikor az ember találkozhat. Megy az utcán, valaki rosszul lesz, akkor már tud rajta segíteni. Vagy elmegy a családjával kirándulni egy erdőbe, és mondjuk adódik egy helyzet, hogy nem a kijelölt útvonalra kerül, akkor olyan tájékozódási ismereteket sajátítottunk el, hogy ez alapján lehet, hogy nem kell kimenteni az embert, hanem ki fog találni az erdőből. Emberi kapcsolatokat létesítettem, amik nagyon fontosak, én úgy gondolom, tehát ez meghatározza az ember életét. Ezekre mindig lehet építeni, és mindig lehet számítani azokra a kollégákkal, akikkel együtt dolgoztunk feladatokba, vagy együtt szolgáltunk. Két férfival beszélgetek, nyilván nő vagyok, tartalékos katona lehetne belőlem is akár, tehát nők is jelentkezhetnek erre a szolgálatra? Természetesen igen, a honvédség már nagyon régóta nyitva áll a hölgyek előtt is, semmilyen ilyen irányú megkülönböztetés nincs. Ugyanazt a feladatokat is, ugyanazt a kiképzést kapják azok a hölgyek, akik úgy döntenek, hogy megmérettetik magukat a honvédségben. Miért érdemes egyébként csatlakozni tartalékos katonai szolgálathoz, a csapathoz itt Székesfehérváron? Hát úgy gondolom, hogy a Péter nagyjából elmondta azokat az általános dolgokat, amik ilyen többletek. Én úgy gondolom, hogy ezen kívül talán még a kaland, azok a plusz olyan dolgok, amiket más különben nem tudna az ember kipróbálni.
Tehát a honvédség mégiscsak rendelkezik fegyverekkel, harcjárművekkel. Ezeknek az időszakos használata azért egy érdekes dolog lehet olyan embernek, aki ezt még nem csinálta. Aki kedvet kapott ez által, a beszélgetés által, hova forduljon és hogyan lehet jelentkezni? Milyen papírok szükségesek ahhoz, hogy valaki rendszeresen részt vegyen ebben a munkában? Minden megyeszékhelyen üzemeltette a Magyar Honvédség toborzóirodákat, Budapesten kettőt is. Ezek minden munkanap nyitva vannak, ide automatikusan bárki bemehet, tájékoztatást kap is, adott esetben akár azonnal szerződést is köthet. Illetve rendszeresen tart a honvédség különböző toborzó rendezvényeket, illetve vesz részt egyéb olyan társadalmi, városi, falu rendezvényeken, ahol megjelenik és igyekszik tájékoztatást adni az embereknek. Azokon a helyszíneken csak a tájékoztatást is elmondja, hogy később hol tudja a szerződést megkötni. 18. életévet be kellett tölteni. Igen. Ez a gyakorlatilag az egyetlen megkötés, illetve a büntetetlen előélet. Erre a kérdésre nem biztos, hogy fog tudni válaszolni, de nyilván legszebb vagy legemlékezetesebb pillanattal szeretném én zárni ezt a beszélgetést, az alatt az idő alatt, amit tartalékos katonaként szolgált itt Székesfehérváron, vagy akár a határnál. Mire emlékszik a legszívesebben, vagy ami a legjobban megmarad az emlékezetében, amit ettől a csapattól, szolgálattól kapott? Hát igen, ez nem egy pillanat, és akkor azt mondom, hogy na ez volt az a pillanat, ami a legemlékezetesebb, inkább azt mondja, nagyon sok ilyen pillanat volt, és remélem lesz is még. Ezek igen, ahogy őrnagy úr is mondta, tehát van ebbe egy ilyen kihívás is, hogy az ember a civil életében nem találkozik ilyen jellegű feladatokkal, vagy ilyen helyzetekkel, ami adódik akár egy határvédelem során, járőrözés közben. Tehát ez ilyen majdnem csak minden nap, vagy a szolgálat ide alatt minden egyes perc egy kihívás, és nyilván megfelelő szinten, amiben én is voltam, ott reagálni kell. És Ez a sok kis pillanat adja össze, talán azt mondom, ezt az egészet, hogy, és azt mondom, hogy az a sok feladat, amiben részt vettem, az adja ezt a sok pillanatot, és rakja össze az egészet. És ebben tényleg sok minden volt, ahogy már említettem is. Tehát egyet kiemelni nem tudok. Az egész úgy, hogy van, egy óriási pillanat. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondták nekünk, és eljöttek ide hozzánk a stúdióba. Várjuk vissza önöket majd legközelebb is. Köszönjük, hogy itt lettél. Nagyon szépen köszönjük. Kedves nézőink, ez volt már a fehérvári beszélgetések, tartsanak velünk továbbra is, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.